21. fejezet. Amikor a hatodik testvér visszatért a radára, korán sem maradott akkor a diadalt, mint korábban remélte. Nem sikerült azonosítani a Jedit, de csak nem biztosra vette, hogy hamarosan fel fogja hívni magára a padaván figyelmét. Felfedezett egy sor boldogító véletlent, egészen pontosan azok lettek tőlük boldogok, akik megmenekültek valamilyen vészhelyzetből. Mindegyik esetről azonnal látszott, hogy egy Jedi avatkozott közbe. Alig fordultak elő halálesetek, a civilek hálásak voltak, míg a hivatalos feljegyzések és jelentések teljességgel hiányoztak. Az Inquisitornak már csak azt kellett elérnie, hogy a radán maradó lázadók elküldjenek egy segélykérő hívást a megfelelő irányba. Biztosra vette, hogy ezek után a Jedi eljön, hogy segítsen. A leszállás után először is áttekintette a lázongókról szóló legfrissebb jelentéseket. Ahogyan eddig gyanította, a helyi katonák nem törték magukat, hogy elkapják a szökevényeket, ami neki tökéletesen megfelelt. A körzetparancsnok kerülte őt, ami megint csak jól jött, így aztán magához hívatta a fővallatót, hogy kikérdezze. Arról a lányról akarok hallani, aki megszökött a börtönből, mondta, egyenesen a tárgyra térve. A vallatók általában kedvelték a közvetlen megközelítéseket, és ezzel kivívta a hatodik testvér elismerését. A külse érdekelne elsősorban, nem a jelleme. A bőre sötét, közölte a vallató. Amikor utoljára láttam, be volt fonva a haja, és ha nem talált senkit, aki kibontotta a coffokat, most alig, ha nem sapkát vagy kendőt visel a fején. Miért kellene ehhez más valaki? Kérdezte az inkvizitor. Mert a lánynak eltört a jobb karja, magyarázta a férfi. Azt hiszem, a válla is megsérült, de ezt nem tudom biztosan. Ennyire durva módszereket alkalmazott, érdeklődött a testvér, és jól esett neki, hogy szakmai dolgokról beszélgethet. Nem, a kartelés baleset volt, felelte a vallató. Az első kínzás annyira megijesztette, hogy amikor felvetettem neki, hogy esetleg megismételjük, felborította magát, és a karja a szék alá szorult. Nagyra értékelem a segítőkészségét, közölte az inkvizitor. Elmehet. A vallató elég okos volt ahhoz, hogy ne álljon ellen, amikor egy ilyen valakitől kapott parancsot, aki nem viselt rangjelzést. Az efféle emberek jól boldogultak a birodalom szervezetében, ami bizonyos fokú rugalmasságot kívánt. A hatodik testvér megjegyezte magának, hogy később írnia kell egy dicsérő jelentést a vallatóról. Tapasztalatból tudta, hogy a munkája, valamint a fivérei és nővérei munkája sokkal könnyebb, ha olyanokkal dolgozik együtt, akik értelmesek és engedelmesek. Miután az inkvizitor magára maradt, a számítógép képernyőjére tette a hold felszínét, és felfrissítette az emlékezetét. Pár pillanat alatt azonosította azokat a helyeket, amelyek a leginkább megfeleltek egy nagyobb csoport elbújtatására, aztán lekapcsolta a terminált, és elindult az ajtó felé. Eljött a perc, hogy befejezze a kérdezősködést, és megkezdje a vadászatot. Keydon a becslése szerint legalább 10 milliárd krokin játszmát játszott le, mióta Ahsoka megszoktatta őt és elhagyta a radát. Mi arra javaslatára történt? Mivel a jobbja eltört és nem kaphatott megfelelő orvosi kezelést, meg kellett tanulnia használni a másik kezét, és a krokin tökéletesen megfelelt erre a célra. Gyakran játszott a testvérével, de leggyakrabban Nira volt az ellenfele. Miután elmúlt a nyugtató hatása, Nira úgy vánszorgott ide-oda a barlangban, mintha a lénye egy része elveszett volna, és Keydon úgy érezte, hogy ez nincs is messze az igazságtól. Nira csak akkor élénkült fel kissé, amikor játszottak. Általában ügyezett, de ha ettől jobban érezte magát, Keydon boldogon veszített. Leszámítva a játékot, valamint azt, hogy nem vetették alá kényszervallatásnak, az itteni élet nem sokban különbözött attól, amit a birodalom börtönében átélt. Az étel szörnyű volt, a világítás pocsék. Keydon nem tudott megnyugodni, minden neszre összerezzent. De legalább nem kínozták, és maga mellett tudhatta a testvérét. Felemelte a bal kezét, és megigazította a fején viselt kendőt. A szofjai alaposan célzilálódtak a vallatás alatt, és félkézzel nem hozhatta helyre őket. Miara próbálkozott ugyan, és bár ügyesen bánt az apró áramkörökkel, a hajfonáshoz nem volt érzéke. Keydon végül feladta, aztán csak annyit tett, hogy kendő alá rejtette az elszabadult hajtömeget, és türelmet kényszerített magára. Ez azonban csak a hajára vonatkozott.
Amúgy nem volt könnyű türelmesen várakozni, mielőtt egy barlangban húzták meg magukat, hogy elrejtőzzenek a birodalmiak elől. Senki sem beszélt róla, mert nem akartak rosszat mondani elhunyt társukról, de Kiden tudta, hogy még a leghevesebbek is azt kívánják, bárcsak sose hallgattak volna Hobanra. A készleteik jócskán megfogyatkoztak, és egyre többet beszéltek arról, hogy be kéne menni a városba ennivalóért, közben pedig arról is vitatkoztak, hogy megpróbáljanak elszökni a bolygóról, vagy sem. Nem tartjátok furcsának, hogy a birodalmiak még mindig nem találtak ránk? Kérdezte Miara, és leült Kidön mellé, aki a krokinbábúkat pöckögette a táblán. Most már valamivel jobban célzott, de nem sokkal. Megsemmisítettük a lépegetőiket, mielőtt a dolgok félrementek, mondta Kidön, de igazad van. Tudniuk kell, hogy nem sok hely van, ahol elrejtőzhettünk. Mostanra rég ide kellett volna érniük. Szerinted mire várnak? Kérdezte Miara. Azt hiszem, valaki más keresnek, vélekedett Kiden. És pillanatnyilag nem vagyunk veszélyesek. De hát a Szóka elment, jegyezte meg Miara. Azt mondta, visszajön, emlékeztette Kiden a testvérét. Ezt már vagy százszor kimondta, és mindannyiszor egy kicsivel kevésbé bízott abban, hogy valóban így lesz. Miara megsemmisítő pillantást vetett rá. A kora ellenére a szeméből egy idős ember tekintete sugárzott, és ez Kidennek egyáltalán nem tetszett. Miért jönne vissza? Kérdezte Miara. Nincs itt semmi. Mi itt vagyunk, felelte Kiden. Miattunk fog visszajönni. De miféle hadsereggel jön? Kérdezte Miara. Vagy képes lennél így hagyni mindenkit, hogy mesd a bőrödet? Kiden nem mondta ki, mert nem akarta, hogy a testvére meggyűlölje érte, de igazság szerint gondolkodás nélkül hagyta volna a radát, ha megtehette volna. Megtette volna, hogy soha többé ne nyomhassák a mellkasához azt a gépet. Tudta, hogy a bűntudat sokáig gyötörné, de azt még kibírta volna. Azt viszont nem tudta, hogy a kínzás meddig viselné el. Fejezd be, szólt rá Miara, és Kiden rájött, hogy a mellkasát dörzsölgeti. A gép még csak nyomot sem hagyott. Miara csak annyit láthatott, hogy ő állandóan ideges és fél. Nira letelepedett a krokin tábla másik oldalára, és elkezdte szín szerint szétválogatni a korongokat. Meg sem kérdezte Kidentől, hogy akar-e játszani. Alig beszélt, ezért a játszmáik rendszerint így kezdődtek. Kiden már kezdett felkészülni egy látványos vereségre, amikor Colvin, a soros őr kimászott a közlekedő alagútból, és riadtan bejelentette. Jön valaki! Rohamosztagosok? Kérdezte Kiden. Harckocsikkal? Miután a lépegetők harcképtelenek voltak, a birodalmiak nem használhattak más felszíni járműveket, csak a tankokat. A lassú gépezetek nehezen mozogtak a dombokon, de úgy tűnt a rohamosztagosok nem rajonganak különösebben a hosszas gyaloglásért. Nem, felelte Colvin. Egyetlen személy. De gyorsan közeledik, mindjárt ideér. A főbejáratot mindig zárva tartották, sok időt áldoztak arra, hogy megfelelően átszázzák a rejtett bejáratokat. A védelem leggyengébb pontja az őrszemek bejárata volt. El kellett dönteniük, hogy leomlasztják-e azt a szakaszt, és ezzel elveszítik a megfigyelő állást, vagy vállalják a nyitva hagyásával járó kockázatokat. Kiden számára nem lett volna nehéz a választás, de nem ő vezette a csapatot. Mindenki Miarára nézett. Ő sem volt parancsnok, igazából nem választotta a parancsnokot, de a tölteteket ő kezelte. Ha robbantani akartak, azt neki kellett elintéznie. Kell pár másodperc, hogy mindent előkészítsek, jelentette ki Miara. Colvin, van egyáltalán ennyi időnk? Igen, ha most rögtön megyünk, felelte a férfi, akinek tág, fekete szeme még a barlang félhomályában is fényesen csillogott. Én is elkísérlek, ajánlkozott Kiden. Még nem tudsz kúszni, mászni, tiltakozott Miara. És a töltetek szerelésénél sem tud segíteni. Nem akarom, hogy elváljunk egymástól, mondta Kiden. Akkor engedj elmenni, hogy minél hamarabb visszaérjek, válaszolta Miara. A testvérednek igaza van, szólt közben Nira. Ha együtt vagytok, ugyanolyan könnyen megölhetnek titeket, mint ha külön lennétek. Maradj itt, és játsz velem egyet, amúgy is te jössz. Kiden a megdöbbenéstől tátokba bámulta a nála valamivel idősebb lányt. A testvére kihasználta a lehetőséget, és Colvin a nyomában eltűnt az alagútban. Teltek a másodpercek, az idő, mintha örökké valóságig nyúlt volna,
aztán a falak megrázkódtak, és Kiden tudta, hogy az őrbejárat többé nem okozhat gondot. Csak azt sajnálta, hogy nem vetett egy pillantást a közeledő alakra. Nem tetszett neki, hogy nem tudja, mit állt feléjük. Kiden a következő pillanatban felsziszent, mert Nira pont a sérült vállát veregette meg. Te jössz, mondta Nira a táblára mutatva, olyan hanghordozással, mintha csak Szeldánál ülnének a napi műszakik után. Kiden felkapott egy korongot, és elgondolkodott azon, hogy mi legyen a következő dobása. Janet Pilar csomagolt. Ha valahol erőhasználók bukkantak fel, ott hamar a feje tetejére állt minden. Az ő összes gondos számítása és képlete értelmét vesztette az eféle mítoszok puszta jelenlététől, és neki ehhez már nem volt türelme. A magát hatodik testvérnek nevező alak visszatért, és ez azt jelentette, hogy Janet gondosan megtervezett eljárásait hamarosan kihajítják az ablakon egy titokzatos terv kedvéért, ami egy állítólagos Jedi elfogását célozta. Pedig mindenki tudta, hogy a Jedik meghaltak. Ilyen messze a magtól kevesen akadtak, akik egyáltalán bíztak valamennyire bennük. Janet nem sok minden csodált a külső gyűrűben, de ezt méltányolta. Az erőnek nem jutott hely egy rendezett galaxisban. Egyszerűen nem fér bele az egyenletekbe. A férfi megállt, és körülnézett a szobában, hát ha elfelejtett valamit. A pillantás az adattáblára esett, amellyel pontosan kiszámolta, hogy a birodalom még mennyi anyagot vonhat ki a holdból, mielőtt teljesen tönkreteszi. Ez a sok felhajtás egy növénynek szólt. Egy közönséges növénynek, amiből olyan táplálék kiegészítőt lehetett gyártani, ami lehetővé tette, hogy az alacsony gravitáción dolgozó teremtmények szervezete hatékonyabban hasznosítsa az oxigént. Janet nehezen tudta elképzelni, hogy ez valóban annyira fontos a birodalmiaknak, hogy vállalják az előállítással járó temérdek gondot. Beledobta az adattábláját a bőröngyébe, és lezárta a csatokat. Mindez azonban nem az ő problémája volt. Megkapta a tiszteletdíját, és már korábban gondoskodott magának másik munkáról. Nem akarta, hogy a birodalmiak azt higgyék, átverte őket, és nem volt oka még több időt eltölteni ezen a rideg holdon. Egy olyan bolygóra készült, ahol igazi fák, igazi ételek, igazi ágyak vártak, és ahol a levegőt nem járta át állandóan a fertőtlenítő szerek bűze. Odakint az elnyomott gazdák keményen dolgoztak, és az apró növények egyre nagyobbra nőttek. Úgy tűnt még néhány nap, és kezdődhet az aratás.